A műsor támogatója a Gordius Solutions Standard Kft. Előző adásunkban már nagyon sok hasznos információt megtudhattak azokról a támogatásokról, amelyek főként a vidéki családokat érintik. Ezzel kapcsolatban számos nézői levél is érkezett hoznánk, amelyekre szakértőnk Magyar Tibor válaszol. Szia Tibor! Szia! Egyik nézőnk a felől érdeklődött, hogy milyen támogatást tud igénybe venni ahhoz, hogy saját maga által megtermelt gyümölcsöt, akár zöldséget ivóli formájában tudjon értékesíteni. Ez egy tipikus olyan kérdés, amivel rengetegen keresik meg a pályázatíró szakértőket, de ennél sokkal több információra van szükség ahhoz, hogy ki lehessen jelölni egy konkrét pályázatot a célok megvalósítására. Függ attól, hogy mekkora méretben gondolkozik, tehát ő termeli-e a gyümölcsöt vagy a zöldséget, van-e már meglévő telephelye hozzá, hol él esetleg, és mekkora mértékben szeretne gyártani. De amik szóba jöhetnek pályázatok, amennyiben fiatal, vidéken élő mezőgazdasági termelőről van szó, abban az esetben a fiatal gazda pályázat, adott esetben, hogyha még kisebb településen él, akkor a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázat, de hogyha esetleg nagyobb mértékben termel már, akkor az élelmiszeripari feldolgozó pályázat az, amelynek keretein belül ilyen ivóleveket fog tudni gyártani, és azt utána később tudni fogja értékesíteni, akár a piacon, akár üzletek számára. Bács-Kiskun vármegyéből érkezett hozzánk egy megkeresés egy fiatal gazdától, aki arról érdeklődött, hogy van-e bármiféle támogatás számára, hogyha át szeretné venni a szüleitől a gazdaságot. Az új pályázati ciklusban, a már említett KAP-ban nagyon nagy figyelmet fordítanak a generációs megújulásra, amelyben konkrétan egy gazdaság átadást elősegítő pályázat is van. Itt a gazdaság átadót és magát a gazdaság átvevőt is a gazdaság méretétől függően különböző sávos összegek szerint akár 70 ezer euróval is támogathatják mindkét oldalról. És további pályázatok is elérhetőek számára, attól függően, hogy mekkora üzemmérettel rendelkezik a gazdálkodó. Egyébként csak 2024-re 69 darab pályázatot írtak ki, amely gyakorlatilag lefedi az egész mezőgazdasági termelési tevékenységeket, illetve a nem mezőgazdasági tevékenységekben is tud majd segíteni, hiszen vidéken élőknek vállalkozásindításra is lesz majd pályázat. Ugyanúgy folytatódik a tanyáknak az infrastruktúrális fejlesztése, de akár említhetem a LEADER pályázatokat is, amely szintén kistelepülésen élőknek vállalkozás beindítására, vállalkozás fejlesztésre, vagy bármilyen tevékenység, amely ugye gazdasági tevékenység, annak a folytatására segítséget nyújt. Tehát rengeteg pályázat, szám szerint 69 elérhető. Tibor, nagyon szépen köszönjük az informatív válaszokat. Én köszönöm a lehetőséget. Önök pedig, hogyha támogatás igénybevételén gondolkodnának, akkor időben és a legmegfelelőbb szakembert hívják segítségül. Egyéb információkért keressék fel közösségi oldalainkat. A műsor támogatója a Gordius Solutions Standard Kft.